Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. A heti portré mai adásában Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó mesél életéről. Apatinban születtem, 45-be kerültünk Budapestre. Én a Vialóczai általános iskolába gyerekeskedtem. Édesapám még ott voltak hivatalsegédek, és tulajdonképpen a labdarúgó pályafutásom igazából onnan a Vialóczai általános iskolából indult el. A iskola udvaron futballozgattunk, és a kerítésen Kristófer Gyula bácsi, Isten nyugosztalja, ő volt egy olyan, aki ilyen játékos megfigyelőként működött, és vége lett a mi kis csatánknak ott, és oda jött hozzám, és mondta, hogy te kisöreg, nem lenne kedved Újpestre jönni futballozni. Hát megmondom őszintén, hogy én hirtelen azt tudtam, hogy mit tegyek, mit mondjak. Bementem a szülőkhöz, édesapám, édesanyám, azt mondom, itt van az a bácsi, és szeretné, ha elmennék Újpestre futballozni. A szegény öreg, Isten nyugosztalja, az édesapám, azt mondta, hogy kisfiam, erről jelen pillanatban szó sem lehet. De én nagyon szerettem a futballt, és aztán mégiscsak hajlott rá. Tulajdonképpen így kezdődött az én labdarúgó pályafutásom. Elkerültem Újpestre, leigazoltak, és úgy végigjártam azt az iskolát, amit általában most már nem nagyon járnak végig. Akkor még úttörő 1, úttörő 2, úttörő 3, aztán ifi 1, ifi 2, ifi 3, és így végigjártam ezt a dolgot. És tulajdonképpen 1961-ben már olyan szinten játszottam, hogy meghívtak az ifjúsági válogatottba, és hát hosszú-hosszú küzdelem után már édesapám is elhitte, hogy talán majd valami kialakulhat belőlem. Úgyhogy ez volt igazából a labdarúgásomnak elindítója. Aztán sajnos jött tulajdonképpen egy kis törés, mert ugye Újpesten nevelkedtem, és 62-ben részesen lettem az UEFA tornán, Romániában volt, Konstanzában, és hazajöttem onnan, és Újpesten nem számítottak rám. Egy teljesen véletlen dolog indítja el a NB1-es labdarúgó pályafutásomat. Megsérült a újpesti csapatba, akkor a Rajna Karcsi jobbeket játszott. Aztán a Káposzta Benő, aki kezdte bontogatni a szárnyait, tulajdonképpen ő is sérültet jelentett, és a Doroggal játszott a Újpest edzőmérkőzést. A Dorognak a Buzánszki Jenő bácsi volt a akkori edzője, és nem volt más jobbek, én velem kezdtek jobbekbe. Én a Csóri Lacival viaskodtam a Dorog ellen, és vége volt a mérkőzésnek, és oda jött hozzám a Buzánszki Jenő bácsi, és azt mondta, te kisöreg, nincs-e kedved neked lejönni Dorogra. Hát ha lehet mondani azt, hogy a szerencsének milyen szerencséje, hogy tulajdonképpen már rám Újpesten nem nagyon számítottak. És jön egy csapat, nincs se két jobbek sérült, és én játszok egy edzőmérkőzést, és az edzőmérkőzés után oda jön a Dorog csapatának az akkori a Jenő bácsi az edzője, és tulajdonképpen azt mondtam boldogan, de igen. És én így kerültem tulajdonképpen Dorogra. A szomorúság az, hogy igazából a Újpest nem számított rám, de tulajdonképpen mégse engedtek el, mert egy évet kellett várnom. Tehát akkor még nem volt olyan, hogy szerződés, ide megyek, oda megyek, lejár, elmegyek, nem megyek. Egy évet kellett kivárnom. Ki is vártam, és így tulajdonképpen 1963-ban játszottam életem első NB1-es mérkőzését Fáj utcába, a Vasas ellen. Nem sok sikerrel, mert kikaptunk 5-3-ra, de nekem nagyon nagy öröm volt, nagy boldogság volt, mert tulajdonképpen az élvonalba bemutatkozhattam. Én is ugye azt mondta itt az előbb, hogy akkoriban még ugye nem volt ez annyira szokványos, mint ma, hogy egyik csapatból a másikba igazoltak, viszont ön 1966-ban a Dorogból átkerült a Ferencvároshoz. Ez egy nagyon érdekes kis történet, mert ugyanakkor 66-ban a Győrből a Vasas leigazolja a Korsós Pistit, és akkor tulajdonképpen megint nekem egy évet kellett volna várni, és összekötötte a Ferencváros azzal, hogy ha a Vasas leigazolja egyből a Korsost, akkor tulajdonképpen én nekem se kell várni egy évet, és így nem vártam megint még egyszer egy évet, tehát így kerültem tulajdonképpen a Ferencváros csapatához.
úgy, hogy nem, tehát nem kellett kivárnom megint egy évet. És 1966 és 69 között kétszer is bajnokok voltak. Nagyon-nagyon nagy szeretettel beszélek arról a csapatról, mert olyan kedvesen és annyi sztár, mert akkor már mondhatom, hogy annyi sztár futballozott a Ferencvárosba, és olyan szívesen fogadtak és segítettek ahhoz, hogy beépüljek a csapatba. Ugye minden embernek a vágya, álma az, hogy magára húzza a címeres mezt. Nekem ez 1967-ben sikerült. Itthon a jugoszlávok elleni mérkőzésen mutatkoztam be. Nyertünk 1-0 szegény Beneferike góljával, és attól kezdve tulajdonképpen még szorosabb lett a csapat. 1967 számomra azért volt, hogy bajnok csapat tagja lettem, válogatott. 1968 kikerültem Mexikóba az olimpiára, sikerült a csapatnak a dobogó legfelső fokára állni, és ezek után kaptunk egy meghívót a világválogatottba. Rajtam kívül 3 játékos társammal, Novák Dezsővel, Isten nyugosztalja, Albert Forrivel, Isten nyugosztalja, Farkas Jancsi, Isten nyugosztalja. Tulajdonképpen ez egy olyan csúcs, ami szinte hihetetlen számomra, hogy egy év alatt olimpiai bajnok csapat tagja voltam, és tulajdonképpen egy világválogatottba tudtam szerepelni. Az 1968-as mexikói olimpián a japánokkal játszottunk elődöntőt, amelyet 5-0-ra megnyert a magyar csapat. Ön ott 3 gólt szerzett. Meséljön ezekről a gólokról? Mindegyik a hálóba kötött ki, úgyhogy tulajdonképpen olyan rég volt, hogy ez már fene se emlékszik vissza rá. Azt tudom, hogy a Sós Karcsi bácsi és a Lakat Karcsi bácsi tulajdonképpen ők ketten csinálták azt az olimpiai csapatot, és a Karcsi bácsi, a Sós Karcsi bácsi mondta, hogy figyelj ide, te bal lábban még az életedben nem rúgtál gólt, nem is fogsz soha. Ez annyira bennem maradt, hogy azt hiszem talán a harmadik gólt rúgtam bal lábbal olyan 18 méterről, és ez annyira bennem maradt, és mikor vége lett a mérkőzésnek, akkor odajött a Karcsi bácsi, azt mondja, soha többet nem mondok ilyet, mert azt hiszem, hogy mostanában már el fog sülni a lábad. És mennyire figyeltek föl erre az edzők a Mester 3-os után, hogy lehet, hogy most akkor nagyon jó poszton játszik? Meg kell mondjam őszintén, hogy ez azt hiszem, hogy az edzőket nem nagyon érdekelte. Ez a Mester 3-os, ez tulajdonképpen életem olyan valamilyen, ami mint védőként és akkor mint középpályásként ritka volt, mert én azért nem túl sok gólt lőttem. Amit lőttem, arra úgy emlékeznek, hogy azt majdnem mint távolról lövöldöztem. Ez a Mester 3-as, ez engemet is meglepett, megmondom őszintén, mert azon a mérkőzésen egy olyan valami jött össze, ahol minden sikerült. Na, ezt kell mondanom. És ott szegény Kozma Pici, Isten nyugosztalja őt, aki vége volt a mérkőzésnek, és odajött, és azt mondta, hogy figyelj ide, ez nem is az olimpiai válogatott volt, hanem az a Ferencváros. És akkor kérdezték tőle, mi az, hogy a Ferencváros. Azt mondja, hát akkor így mondom, Ferencváros, Japán 5-0, mert ugye én rúgtam 3-at, szegény Dezső meg rúgott 2-t, és így lett 5-0. És ugye mi mind a ketten a Ferencváros játékosai voltunk. És utána a bolgárokkal volt a döntő, amelyet 4-1-re nyert meg a csapat. Igen, az egy érdekes folyamat volt. A bolgárok vezettek 1-0-ra, és utána tulajdonképpen 3 perc alatt lett vezetésünk 2-1-re, és utána a bolgárok elvesztették a fejüket. Nézzük tehát, hogy végzi el a szabadrúgást. Juhász Dunai 2-t keresi a labdával. Lücs érkezik! Kapufa és Dunai! Hogyha minden igaz, akkor 4 bolgár játékost állítottak ki, és tulajdonképpen hát nem azért lett aranyérmünk, mert a bolgárokat kiállították, hanem ez a csapat végig nagyon jól szerepelt, és a célját, amit eleve az olimpia előtt kitűzött, az teljesítette és elérte. És érdekes egyébként, hogy ugye az 1972-es müncheni olimpián pedig a lengyelekkel játszott a csapat, ahol a magyar csapat vezetett 1-0-ra, és utána fordítottak a lengyelek. Igen, meg kell mondjam őszintén, hogy az a lengyel csapat igazából
jó csapat, mert bebizonyította két év múlva 74-ben a Müncheni világbajnokságon harmadik lett az a csapat, aki akkor az olimpiát nyerte. Ennek van egy pikantériája ennek a mérkőzésnek, 1-0-ra vezettünk, és a Dunai Anti megsérült, és egy ilyen turbánt kapott a fejére, felszakadt a homloka, és talán volt egy olyan lehetőség, hogyha az Anti belemer fejelni, akkor esetleg 2-0-ra indulunk, és talán másképp alakul. De ez a mindig ebben a futballban, ez a ha, ez nagyon kevésszer játszik, mert ha befejeli, 2-0. Nem fejelte be, kikaptunk 2-1-re. Szóval ezt lehetne boncolgatni. Én akkor is azt mondtam, hogy az ezüstérem is nagyon szép dolog volt, és ha egy picikét azt mondanám, hogy hosszú idő után tudnék örülni újra egy ezüstéremnek. 1972-ben a Müncheni olimpia alkalmával a Fekete Szeptember nevű terrorszervezet foggyulejtett 11 izraeli sportolót, és ugye ennek aztán tragikus következményei voltak. Ez milyen kihatással volt önökre és a csapatra? Ez nagyon nagy kihatással volt, hiszen a mi lakhelyünk tulajdonképpen mi így voltunk, és szembe volt velünk, ahol tulajdonképpen történtek ezek a dolgok. De az az igazság, hogy a 68-as olimpia az tényleg arról szólt, amiről kell szólni egy olimpiának. Sajnos a 72 már nem arról szólt. Ott már az ember nem mert az olimpiai faluba úgy menni, úgy sétálni, különböző helyre ide menni, beszélgetni emberekkel, mert ott már azt érezte az ember, hogy ott ma valami nem az igazi. És aztán ki is derült, hogy nem az igazi, mert annak a dolognak elég súlyos következménye volt, és aztán, ahogy mondják, hogy az olimpiák már teljesen másképpen vannak, mindenkinek regisztrálni, nem mehetnek egyik helyről a másik helyre. Nálunk jöttek a birkózók szurkolni a mérkőzésre, amikor nem volt nekik versenyük, mi mentünk a másik helyre, ott szurkolt. Münchenben ez már nem volt, és most azt mondják állítólag, hogy már a mostani olimpiákon is már hallatlan nagy figyelem, odafigyelés van, és olyan felkészültség van biztonsági dologgal, hogy szinte már egy picikét eltörpül az, amiről szól az olimpia. Tudtak kommunikálni az itthoniakkal, a családjukkal 1972-ben, Münchenben? Úgy tudtunk, hogy bedobtunk egy érmét, és aztán megkérdeztük, hogy jól vannak, ennyi. Tulajdonképpen a kommunikáció az úgy történt, hogy azért tudtak rólunk mindent, mert az újságok hát hírral adták, hogy mi történik, hogy történik, nincsen baj, mérkőzésekről, jól van a csapat, szóval így kommunikáltunk tulajdonképpen a hozzátartozókkal. 1972-ben Belgiumban volt ugye egy Európa-bajnokság, amelyen a csapat negyedik helyen végzett. A szovjetek ellen kikaptunk 1-0-ra, és így már csak tulajdonképpen a harmadik, negyedik helyen játszottunk a belgákkal. A Zámbó Sanyi a szovjetek ellen nem rúgta be a 11-est, és így tulajdonképpen elvéreztünk. De hát én azt mondom, hogy ez az EB is egy olyan valami, ami 4 csapatról szólt ma, ha azt hiszem, hogy nem tudom is, azt hiszem 18 csapat, vagy nem tudom hány csapat megy majd az EB-re, aki jut. De én úgy fogalmaztam, hogy már az is egy nagyon nagy dolog volt, hogy másodszor tudtunk Európa-bajnokságon a legjobb 4 között lenni. Melyek voltak a legnagyobb derbik itt Magyarországon, a bajnokságban, amikor ön a Ferencvárosnál játszott még? Nagyon sok derbit játszottunk. Ide kell sorolnom ugye az Újpest mérkőzést, ide kell sorolnom a Kispest, a Honvéd mérkőzést, ide kell sorolnom a Vasas mérkőzést, ide kell sorolnom az Örökrangadót, az MTK-t. Úgyhogy nagyon szép és nagyon nagy csatákat játszottunk, és ami nagyon nagy dolog volt, hogy igazából egy olyan közeget tudtunk magunk mögé állítani, hogy 80 ezer ember járt ki a stadionba ezekre a kettős mérkőzésekre, ami hallatlanul nagy izgalmat és nagy felfokozottságot adott, pluszban még, hogy igazából nem tetted meg, hogy nem szolgálod ki a közönséget, aki te érted jön ki, és élvezze azt, hogy ezt a játékot lehet úgy játszani, hogy ők is élvezzék azt, ami a küzdőtéren van. Ki tud emelni néhány mérkőzést? Hát én tulajdonképpen az Újpest mérkőzést emelném ki, mert ővelük tényleg nagyon nagy csatákat játszottunk. Hát aztán tulajdonképpen ők már 68 után azt hiszem 6-szor nyerték, vagy 7-szer nyerték a bajnokságot, de a 66-os időszak az, amit
azért érdekes az Újpest szempontjából, mert a stadionban nyertünk ellenük 5-3-ra, a stadionban nyertünk ellenük 5-2-re, és aztán mondták, hogy Magyar Kupa mérkőzésen is össze voltunk sorsolva, és akkor mondták, hogy majd gyertek Újpestre, majd az újpesti barlangban meglátjátok, hogy mi történik. Hát mi elmentünk Újpestre a barlangba, és ott meg a Szőke Pista rúgott 4 gólt, és nyertünk 6-3-ra. Úgyhogy egy picikét a barlang szó, hogy úgymond mély barlang, egy picikét elnémult akkor, mert ott is tudtunk nyerni ellenük. 1971-ben a Honvédhoz igazolt. Hogy történt ez? Hát úgy, hogy 69-ben itt a Ferencvároson belül ilyen konfliktus helyzetek alakultak. Szegény Flóri megsérült Dániába, és már ő nem volt olyan harcos, mert ugye sérültem, feküdt gipszbe kint Gödön, és akkor már így ketté bombott egy picikét a csapat, és akkor úgy döntöttem, hogy igazából én ezt a lépést megteszem. Megint vártam egy évet, mert ugye 69-ben elmentem, és nem adott ki a Ferencváros, tehát a 70-es évet pihentem, és 71-ben kezdtem el tulajdonképpen a budapesti Honvédba játszani. Úgyhogy a döntésem engem igazol, mert utána én még azt mondja, hogy 76-ban játszottam még a 76-ig a Honvédba, 76-ból pedig átmentem a Vasasizóhoz, ahol tulajdonképpen még 3 évet játszottam, és 80-ban hagytam abba az aktív labdarúgást. Itt a lényeges része az, hogy amikor mondom azt, hogy engem igazol a dolog, mert tulajdonképpen az én játékos társaim utána tulajdonképpen mindenkivel abba hagyatták a futballt. Flórival, Dezsővel, Rákosi Gyuszival, és akkor Juhász Pistáék is már csak ilyen kis szerepeket játszottak. Érték önt egyébként akkor támadások, amikor a Honvédhoz igazolt? Hát tulajdonképpen értek, és ma már nagyon jó eső érzés, mert azt hiszem, hogy mondhatom, hogy a Ferencvárosban töltöttem a legszebb éveket. Itt kaptam a pályafutásomnak a legnagyobb csúcsát, és ezt soha nem is fogom megtagadni, mert egyszerűen tény és való, másik csapatokban is nagyon jó volt, de itt valahol a közönség is, és az egész millió egy olyan valami volt. És talán arra utalnék, hogy ezek után, amiket én kaptam, talán azért kaphattam, mert nagyon szerettek, tehát elfogadott a közönség, és nem tudta feldolgozni, hogy ezt a csapatot elhagyom. Autóval nem tudtam sok helyen megállni, vagyis ha megálltam, akkor figyeltem, mert az ablaktörlőmet hol letörték, hol emelték a dologról. A legszebb és a legcsodálatosabb dolog, csodálatos, akkor nem volt olyan csodálatos, Kelenföldön laktunk, és mentem hazafelé, és bementem egy zöldségboltba, és kértem 3 kiló almát. És előttem volt 2 úr, vagy egy hölgy, vagy egy úr, és még az eladónak nem volt a feje, kiszolgálta, és én nem volt a feje, és mondom, hogy parancsol, mondom, 3 kiló almát, és így fölnézett rám, és azt mondta, hogy magának nincs alma, mert maga ott hagyta a Ferencvárost. Hát úgyhogy tulajdonképpen ilyen kis incidensek érték az embert. De ezt csak viccből mondta, vagy ez teljesen komoly? Ez komolyan, nem adott almát. Igen, egyszerű volt. 1980-ban befejezte az aktív pályafutását, és a Ferencvároshoz került, mint utánpótlás edző. 1980-ban a Novák Dezső lett a Ferencváros vezető edzője, és a Dezső felhívott, megkeresett, mert a célom volt edzősködni és gyerekekkel foglalkozni, és akkor én már a TF-re jártam, és a Dezső felhívott, hogy te, Lala, nem szeretnél hozzám eljönni pályaedzőnek, nem segíteni? Hát, dehogy nem, a legnagyobb örömmel. És tulajdonképpen így pályaedzőként kezdtem az edzőséget a Dezső mellett, tehát 80-ban. És aztán én 80, azt hiszem a Dezsőt 83-ban köszönték meg, ha jól tudom neki, és én tulajdonképpen úgy kerültem le az utánpótlásra, és az utánpótláson tevékenykedtem. 1995-ig, ugye másfél évtizedig. Milyen tapasztalatai vannak ebből az időszakból? Egy az, hogy nagyon szerettem a gyerekekkel foglalkozni. Nagyon jó volt kicsit durván fogalmazni, gyerekek között gyereknek lenni, mert tényleg nagyon elfogadtak, nagyon megszerettek. Nagyon jó hangulatú dolgok voltak, és ami nagy dolog volt, hogy elfogadták azt, amit az ember megpróbált beléjük táplálni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan játékos, aki visszajelez
ennyi időtávlatában, amikor találkozik velem, és a Lajos bácsi is a nyakamba ugrik. Tehát én azt hiszem, hogy tulajdonképpen olyan valamiket adtam számukra, ami nagyon sok emberkének benne maradt a fejébe. Sorolhatnám én itt sok olyan játékost, aki az utánpótlás keze alatt is fokról fokra jött, és mindenkinek köszönöm, aki kicsibe, aztán följebb, és én is foglalkozhattam velük, ahol nagyon sok NB1-es futbolista válogatott futbolista lett, kezdeném a Telek Andrissal, Szűcs Misivel, Szűcs Lajoskával, a Szabi Csimivel, a Janett Kazolival. Egy szomorúságom van, hogy nagyon kevesen játszottak a Ferencvárosban. Tehát mint tehetséges gyerekek kevés lehetőséget kaptak ahhoz, hogy a Ferencváros első csapatával is bizonyítsanak. Mégis, hogyha ugye abból a tekintetből vizsgáljuk meg a kérdést, akkor az önök generációja jóval sikeresebb volt, mint ez a következő generáció. Ennek ön szerint mi lehet az oka? Hát meg kell mondjam őszintén, hogy talán egy okát azt látom, hogy igazából a jelenlegi labdarúgásunkban nagyon kevés olyan játékos játszik, aki tulajdonképpen itt nevelkedik, és beke. Egy picikét átfordult a labdarúgásunk az én megítélésem szerint. Ma már egyre több játékos van, aki nem itt futballozik, hanem idegen honban jön, és ott igazolják, és talán azért azt merem mondani, hogy a labdarúgásunk azért törpült el egy picit, mert ezek az emberkék eljönnek, ők nem érzik át annak a lehetőségét, hogy itt tulajdonképpen miről szól a dolog, ők eljönnek ide, aztán jól érzik magukat, és játszanak egy jót. És akkor mi van a magyar fiatalokkal? Ez jó kérdés, visszakérdeznék. Maga szerint mi van a magyar fiatalokkal? Nem tudom, az igazság, hogy én nem dolgoztam utánpótlás területen. A mai fiatalok is tulajdonképpen sok-sok olyan dolgot kapnak, csak valahogy mégsem igazából élnek vele. Valahogy azt érzem, hogy csinálják, de nem olyan meggyőződéssel és nem olyan alázattal, hogy én ezt úgy szeretném csinálni, hogy ebből jöjjön ki valami. Jól érzik magukat, és kivételek is vannak, mert vannak kivételek, akik kitűzik ezt a célt, hogy én ezt végig szeretném csinálni, és ott szerették lenni a spiccen. De ma egyre kevesebb gyereket lát az ember olyat, aki alázattal csinálná ezt a játékot. Vannak céljai még a magyar labdarúgást illetően? A magyar labdarúgást illetően nem mindig kell, hogy legyen az embernek célja, mert ha nem lenne célja, akkor meghazudtotta saját magát. Egy biztos, hogy mindig csak azt mondják, hogy reménykedünk. Egy picike kis szomorúság tölt el, azért nem igazán látom ezt a reményt olyan kicsit felvillanni. De hát azt szokták mondani, hogy az embernek el kell hinnie azt, hogy egyszer majd jön egy olyan valami, ahol nemzetközi porondon is tudunk szerepelni. Az én véleményem, azt mondtam, ez az enyém, hogy akkor lehet majd a magyar labdarúgásról beszélni, ha a nemzetközi szinten valamilyen csapatunk szerepel, és valamilyen eredményt elér. Akkor már azt mondhatom, hogy a magyar labdarúgás megint elindult valahova. De addig, amíg sajnos nemzetközi porondon éppen úgy csak jegyeznek bennünket, az igen kevés. Van erre ön szerint bármilyen esély a következő Európa-bajnokságon? Az esély mindig adott. Élni kéne vele.